téli időben gazdaképző estéket tartunk az azt igénylő körzetekben. Hát ami konkrétan azt jelenti, hogy felkeresünk egy-egy termesztő körzetet a meghívás alapján, és akkor ott egy-egy kurzust tartunk ott az érdeklődő gazdáknak. Hát valamikor vannak 20, valamikor 100-an, az attól függ, mennyire érdekel az adott téma a gazdákat. Tenyész időben pedig, aki igényli, akkor folyamatosan ingyenes szaktanácsadással látjuk el a gazdákot, úgyhogy heti, kétheti vagy háromheti rendszerességgel, attól függően, hogy milyen a különféle betegség nyomás, járunk ki a gazdákhoz, és megbeszéljük a fajta választás technológiát, akár még üzletvitelt, sőt még a marketinget is. Most ezzel kapcsolatosan a marketinggel egy pár hete indítottunk be egy új kezdeményezésünket, ugyanis a piacok megközelítése a férfiak által nem egyszerű. És kialakult az elmúlt évek során az a szokás, hogy a helyi felvásárlók bizományba vásárolják, vagy veszik át az árut, a nagybani piacokon eladják, és majd a gazdának utólag fizetik ki. Mivel a gazdáknak ugye napi aktualitással nem rendelkeznek az árak tekintetében, megindítottunk egy úgynevezett árfigyelő rendszert, felkértünk önkénteseket, akik tudnak és rendszeresen járnak a piacokra, hogy ugyanban nézzék meg éjszaka vagy hajnalba az árakat és jelentsék felénk, és a legfontosabb kultúráknak a napi nagybani piaci árait azt szépen leközöljük minden nap a Facebook oldalunkon. Amikor beindítottuk ezt a szolgáltatást, ingyenes szolgáltatást természetesen, bárki rákattintott minden felesleges procedúra nélkül, akkor a felvásárlók mondták, hogy ez nem jó, mert túl magas árakat adunk meg. Az üzletekben pedig a boltosok meg azt mondják, nem jó, mert túl alacsony árakat mondunk be, úgyhogy valószínűleg beletapintottunk valami nagyon büdösbe. Úgyhogy, de hát a gazdáinkat nyilván ilyen módon is segítjük, hogy legalábbis a folyamatokat, a tendenciákat követni tudják. Így reális képet kapnak, hogy éppen merre indulnak az ára felfele vagy lefele, és esetleg alkupozícióba kerüljenek a mindenkori felvásárlók. Amivel esetleg még tudjuk segíteni a gazdákat, az, hogy folyamatosan nézzük a pályázati lehetőségeket, akár Ukrajnába is, ami annyit jelent, hogy érdekes módon felbukkantak, most megjelentek az országunkban mezőgazdaságot támogató pályázati rendszerek, és egy három héttel ezelőtt felkértük az egyik szakértőjét ennek a pályázati rendszernek, ugyan tartson már a gazdáink számára előadást, és a Nagydobranyi Magyar Házban itt hát vagy 60 gazdával együtt kitárgyaltuk azokat a lehetőségeket, amit jelen állás szerint az ukrán állam nyújtani tud a mezőgazdasági termelők számára. Ez leginkább hajtatási létesítmények megvásárlása, valamint ültetvénytelepítésekről szólt, és ennek különféle nagyságrendi vonzatait beszéltük meg. Hogy kell elindítani egy pályázatot, hogy kell benyújtani, milyen módon kell benyújtani, mire kell figyelni. Érdekes módon, hogy úgy tűnik, hogy a korrupciót ez kizárja, mert egy ilyen elektronikus felületen kell a pályázatot benyújtani, és az állami struktúrák ebben nem nagyon tudnak belenyúlni. Majd a pályázat megnyerése után az egyik bankkal kell szerződést kötni, és ő folyósítja a pénzt. Akarán szó be lehet nyugtani, ha úgy értem, hogyha valamilyen okból kifolyólag visszadobják, hibát lelnek a pályázatban, akkor a hibát korrigálva még egyszer be lehet, vagy akár hányszor be lehet nyújtani. Ezek nyilván
az Ukrajna szponzoráló uniós országoknak a támogatásából valósul meg. Én mindenkit biztatok arra, hogy keresse ezeket a lehetőségeket, és éljen ezekkel a támogatási vagy pályázati lehetőségekkel.